Karácsonyi vásár is körülbelül ugyanúgy tetszik, mint az előző években. Tavaly ugye nem volt, idén pedig kisebb kiadás, hiszen kevesebb a házikó, kevesebb az árus. Ennek ellenére valahogy nem vevődik ez észre, nagyon sok az ember. Én a színpadnak nem voltam az előző években híve, mert nem igazán volt annyira látványos, mint itt a hátunk mögött ez az óriás kerék. Itt a fényekkel szerintem sokkal vagányabb, mint az előző években. Nagyon kellemes, és örvendünk annak, hogy mégis egy év hiányával vissza tudtunk térni ezen a karácsonyi vásáron. Minden szép, a gyerek is örvend a szép fenyőnek, tehát még semmi nincs, amit mondjuk, hogy hátrányban lenne. Nem tudom, egy kicsit most úgy furcsa, mert mindenki maszkkal van. Meglepően szép. Már vártuk ugye, hogy kijöjjünk, és jól esik ez a fergeteg, ennyi bezártság és csendbe ülés után. Én a saját munkámmal jöttem ki, kézi munka, gömbök vannak, kézzel készített, akkor itt lehet látni a gyertyatartók, adventi koszorúk, díszes üveg, kis gyertya, nagy gyertya, mindenféle ajtókopogtatók, különböző kis angyalka horgolva, választékbő. Szeretet és egyetértés mindenkinek, és ugye kívánom, hogy mindenkit az egészség az ne hagyja el, és sok egészséget mindenkinek.